A bajnokságban és a HEP kupában eddig magabiztos győzelmeket aratott a Sunshine-ig se. Kovács Tibor együttese szerda este utóbbiban kívánta folytatni menetelését, ám ehhez ezúttal egy igen komoly akadályt kellett megugraniuk. Az NB1B-ben szereplő Eger együttesét kellett legyőzniük az NB2-es nyíregyháziaknak. A Nyiksa játékosai cseppet sem ijedtek meg a feladattól, hiszen az elmúlt körben is NB1B-s együttest ejtettek ki, így felvették a kesztyűt és nagy elánnal mentek fel a pályára. A lendületüket sokáig nem is tudta megtörni a vendéggárda. Az első 5 percben ugyan az egriek tűntek aktívabbnak, de az agresszívan védekező, tudatosan és gyorsan játszó nyíregyháziak felülrölték ellenfelüket. A fél időre már 24 ponttal mentek a hazaiak. Később ugyan olvadt az előny, magára talált az Eger, de a Nyiksa jól tartotta magát, és a végén 10 pontos különbséggel 70-60-ra húzta be a mérkőzést. Tudtuk, hogy az Eger a tavalyi évhez képest gyengült, meghatározó 2-3 játékosuk elkerült a csapaton, végzett ott az egyetemen, de attól függetlenül tudtuk, hogy egy gyors, lendületes kosárlabdát játszanak, viszont a mi stílusunk is ehhez igazodik, illetve hát mi is ezzel kezdtük el a munkát a augusztusi felkészülésre, hogy ezt a játékstílust szeretnénk meghonosítani a csapatunkban, illetve hát a madár kosárlabdának ez is az alapkövetelménye. Egy 2-3 perces kezdeti nehézség után felvettük ezt a ritmust. Több eladott labdánk volt a mérkőzés kezdetekor, nem úgy találtuk a befejezéseket, a megfelelő módot nem megfelelően használtuk ki, de utána sikerült ezen átlendülnünk, és azt gondolom, hogy magabiztosan, és ezt nem túlzva ezt állítani, sikerült hoznunk a mérkőzést. Kovács Tibor szerint mind a csapat összteljesítménye, mind az egyéni megmozdulások kellettek a győzelemhez. A csapat dolgozik a mérkőzésen, mindenki kell, hogy hozzátegye a magáét, akár labda nélküli mozgással, támadásban és védekezésben, akár a statisztikában szereplő, hogy kidobta a kosarat, kiadta a gólpaszt, de a csapat kell, hogy előkészítse ezt. A természetesen voltak meghatározó játékosaink, azért 3-4 játékos hagy emeljek ki. Itt Bráne Szavicsot, Takács Mátét, Asztalos Istvánt és a végjátékban Groska Ádámot, aki jelentős szerepeket, fontos kosarakat szerzett a végjátékban. A Sunshine-ig sem mellett akár két nyíregyházi csapat is ott lehet a HEP kupában a legjobb 16 között. Ehhez november 3-án a Blue Sharksnak a Tiszaújvárost kell legyőznie.